Sziasztok, ez itt a Dupla Tízes főműsora, amelyben ismét rendkívül izgalmas témákkal készültünk. Én Cserötei Márk vagyok, és itt ül mellettem Balog András. Sziasztok! Beszélünk majd négy magyar játékosból játékosról, amelyből három válogatott, illetve egy fő témánk is lesz, ami a Ferencvárost érinti majd, ugye itt a uh, Európa Liga mérkőzés előtt viszont, uh, hát megosztjuk majd az adási időt azt hiszem, mert minden téma érdekes szerintem. Úgyhogy uh, kezdjük is Lisztes Krisztiánnal, ugye a Frankfurt uh, magyar játékosával, azt még nála nem mondhatjuk, hogy válogatott, de utánpótlás szinte mindenképp. Igen, utánpótlásban legalábbis szeptemberben már ott volt a, az októberi keretben, e, e, októberben nem lépett pályára, de, de igen, hát ő is az a terv, hogy ő is majd hamarosan a felnőtt válogatotthoz e, fel tudják, e, fel tudjon menni. Hát ez az is kell, hogy a Frankfurtba játszon, és ez itt a fő téma, hogy, hogy mikor fog és hogy mennyire tud megmaradni a Frankfurtban. Konkrétan az a kérdésünk, ami az adás címe is, hogy van-e jövője Lisztes Krisztiánnak a Frankfurtban? Ugye mik az eddigi előjelek? 4 millió euróért plusz teljesítmény alapú bónuszokért szerződötte még őt, ö, már nem most, hanem még az előző idényben a Frankfurt, és ugye ebben az évben, ebben a szezonban csatlakozott hozzájuk a Ferencvárostól. Ugye a Fradiban csereként kapott ö, hasznos játékperceket, ott be tudta bizonyítani a gólra törő képességét, a sebességét, és igazából nagyon jól nézett ki a magyar bajnokikon, viszont kezdőként nem láthattuk sokszor, és amikor megérkezett Frankfurtba, akkor Timo Hardrung a sportigazgató is azt mondta róla, hogy ő egy csiszolatlan gyémánt, egy olyan játékos, akin bőven van még mit dolgozni, de hogyha ez a potenciál az benne van, és hogyha egyszer elér oda fizikai adottságok és felkészítés tekintetében, akkor lehet egy nagyon hasznos játékos a Frankfurtnak. Na most ehhez képest ugye nem került be az elkeretbe, nem játszott még a Bundesligában, nem nevezték még egyszer se a Bundesliga keretbe, és a regionál ligában a német negyedosztályban palérozódik, mondhatjuk így, összesen három volt eddig, ugye a sérülések is hátráltatták, a három meccsen van egy gólpassza, ugye ez a német negyedik vonal, hogyha nem mondtam volna, úgyhogy egyelőre azt azért nem mondhatjuk, hogy az sem, hogy berobbant a Frankfurtba, de azt sem, hogy a, 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 negyedik ligás csapatban alapember lenne. Igen, azt mindenképpen, amit két dolgot kell hozzátenni, a kontextus kedvéért, hogy egyrészt ahogy te is említetted, több sérüléssel is bajlódott, és emiatt is ki kellett hagynia. Másrészt, hogy viszont a, attól függetlenül, hogy nem lép pályára, mégis az első csapattal és az első csapat edzésein van ott, velük edz, ami, ami, azért nagy előny számára szól, nem az van, hogy teljesen száműzték csak a, a negyed osztályba, és, 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 velük is készülne, hanem azért a tempót fel tudja venni, azért a társak szintje azért más, mint a, mint a Ferencvárosnál, úgyhogy ez mindenképpen az előnyére válhat, csak az kell, hogy akkor azt a formát, a, ami, amit mondott a, 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 sportigazgató és hárdunk, hogy, hogy ez a csiszolatlan gyémán ezt tényleg kifoljon, és ezért adnak időt neki, ami nem egyedülálló sem más topligákat tekintve, vagy más színvonalat tekintve, sem a, a, a csapatánál sem, hiszen érkezett például hőlunnak az öccse is, ugyanúgy a nyáron. Uh, ahogy, uh, ahogy listes és ő sem játszott még egy mérkőzéssel, szóval velük is, vele is nyilván ugyanez a terv, hogy egy fiatal játékos, aki, aki ben nagy, a potenciál, na, igen, nagy a potenciál, és aztán majd előbb-utóbb be, be tudják dobni a első csapatba őt is. Igen, ugye nagyon vegyes, kétféle narratíva van lisztes kapcsán. Az egyik az, amelyik onnan közelíti meg, hogy állítólag a hozzáállásával is vannak problémák. A másik meg ugye, ez amit előbb említettél, hogy igazából csak időre van szüksége, hogy felvegye ezt a ritmust. Most ehhez persze az az első lépés, hogy rendszeresen játszom legalább a osztályban, hogyha ott képes szintet lépni, és a a legjobbja lenni, vagy az U21-eseknél, akkor beszélhetünk arról, hogy a Frankfurt előbb-utóbb kezdi. Azt azért tegyük hozzá, hogy a mai világban, a mai futballban azért olyan kifejezetten fiatalnak 19 évesen már nem számít. Persze nem mindenki lámélyen már, de a Fradiban már egy magas szinten tudott még a csereként is teljesíteni. Innen mindenki visszalépés a negyed osztály, tehát azt azért az egyetem, ezt, ezt elmondhatjuk. És az egész téma onnan fakad, hogy a Frankfurter szakírója, újságírója, Christopher... Mikel Michaelnek volt egy nyilatkozata a Lisztes Krisztiánról az elmúlt napokban, amit nagyon sokféleképpen hoztak le a német és a magyar sajtóban is. Konkrétan azt mondta, hogy Lisztes már a felkészülési időszakban megtapasztalhatta, mekkora ugrás lesz számára egy európai topliga. A dinamika, a passzolás, a kreativitás és a befejezések terén hamar megmutatkoztak képességei, és a fizikai adottságai is jók, de eddig hiányzott belőle a Bundesliga szükséges intenzitás. Itt ugye konkrétan valószínűleg a letámadásra és annak hatékonyságára gondol, illetve ez is fakadhat ugye elkötelezettségből. Azért a letámadás nagy része a fizikai paraméterek mellett, aki milyen gyorsan fut, és mennyire érett taktikailag, azért nagyon sokban függ az akaraterőtől és a hozzáállástól. Ez egy olyan munka, amit azt tud elvégezni, aki százszerzalékosan beleteszi magát, de ettől függetlenül kell az, az az intenzitás, hogy ő is fogalmaz, ami a Bundesliga csapatokra gyakorlatilag az összese. Igen, és ezt a Lisztes is korábban még nem ennek kapcsán, de a válogatott kapcsán mondta az 21-es szeptemberi válogatott szünet alkalmával, hogy, hogy több játékpercet szeretne a válogatottban is, de hogy még ő is érzi, hogy, hogy még nincs azon, a, azon az erőléti szinten. A sérülések is, ahogy már említettük, belejátszottak, de hogyha tartósan meg egészséges tud maradni, akkor is szintet kell lépnie, és, és azért ezt is beszéltük már, hogy a Ferencvárosban is ő inkább Csere ember volt, és az is teljesen más alapvetően a Ferencváros és a, és, a, és a Frankfurt, de az is, hogy a kezdőként valaki pályára lépjen és letámadjon, vagy a Ferencvárosban csereként a fáradt védelemekre tudjon ö, menni, az teljesen két különböző karaktert és két különböző mentalitást és intenzitást igényel. Abszolút ráadásul a Fradiban ezeken a bajnokikon rendre gyengébb csapatok ellen nem is volt rákényszerítve, hogy ő védőmunkát, letámadó munkát végezzen. Úgyhogy ez a része lehet, hogy új számára még a Fradi akadémiáin is ugye nyilván olyan játékot tanult, amivel arra helyezik a hangsúlyt, hogy a dominánsabb csapat szerepében tetszelegjen egy támadó ez Frankfurtban nem feltétlen van, így a játék filozófia sem ugyanaz. Ugye egy dologról beszélünk, még ugye a kölcsönszerződése szóba került nyáron. Itt is kettőféle narratíva volt. Az egyik, amely szerint azért nem ment kölcsönbe, mert senkinek sem kellett. A másik pedig az, hogy végül a Frankfurt döntött úgy, hogy van annyira jó, már most is, hogy, hogy maguknál tartsák, járjon az első csapat edzéseire, készüljön a legjobbakkal, és alkalomottán majd, hogyha ott van az idő, akkor bedobják. A kölcsön most megint szóba került, nem tudni még, hogy télen, esetleg a következő idényben kölcsön adja őt a Frankfurt. Azt gondolom, hogy az azért már, hogyha ott maradna uh, nyáron, és úgy adnák kölcsön, akkor nem is azt mondja, hogy utolsó esély, de az jelzés jelzésértékű lenne. Igen. hogyha jövőre adná a kölcsön a Frankfurt. Ha idén télen, és mondjuk egy év, másfél évre szól, azt értem, hogyha jövőre adják kölcsön, úgyhogy a negyedik ligába játszogatott, és mondjuk egy Bundesliga kettes csapathoz, az lehet jelzés értékű, hát a függetlenül nyilván a Frankfurtnak fontos listás, mert az a 4 millió euró minimum, az számukra sem. Igen, azért az komoly összeg. Igen. Még hogyha nem is a tényleg 30-40 milliókról beszélünk, az egy potenciálért, az nem kevés pénz. Úgyhogy ennyit listesről. Reméljük, hogy a következő hónapokban majd azért kap játék lehetőséget, esetleg a német kupába, vagy felkészülési meccseken itt a télen. Meglátjuk. Térjünk hát Balog Botondra, aki egy sokkal vidámabb történet. Igen, teljesen ellentétes a két story. sztori. Balog Botondot ugyanis egyrészt berobant az olasz bajnokságba, olyannyira, hogy már top csapatok is érdeklődnek iránta. Az elmúlt két hétben köz, többek között az intern érdeklődését lehetett hallani, vagy Angliából a Brighton, és Németországból a, a Leverkusen, úgyhogy három top csapat, vagy két top csapat, és egy, egy nagyon jó játékot mutató angol csapat. Kérdés, hogy, hogy, meg, hogy nem lenne túl nagy a szintlépés hirtelen. Kezdeném azzal a kérdésedre válaszolás helyett, hogy honnan indult ez az egész sztori, mert hogy tavaly a Széria ben egyre többet és egyre jobban játszott Balog, és tényleg akkor került be is, mint a válogatottba, kezdőbe követelték, játszon üllank helyett, aztán láttuk, hogy az EB nem volt egészséges, emiatt nem is lehetett alapember, de, de tényleg egyre inkább az volt mindenkiben, hogy Balog egy hosszú távú kulcsember lesz a magyar válogatottban. Aztán az év végére kikerült a kezdőből, de gyakorlatilag úgy, hogy az utolsó fordulókban rendre csak a kispadon kapott helyet, és ennek ellenére jött egy szerződésosszabítás, amit akkor sokan azért kétkedve néztek, hogy mi értelme ennek, hogyha pont a szezon végére kikerült a kezdőből, ráadásul akkor már tudni lehetett, hogy a párma fel fog jutni a szériába, és, és úgy tűnt akkor az a szerződés hosszabbítás, hogy egy embertnek adnak plusz éveket, hogy aztán a szériába, hogyha erősödik a keret, akkor még lejjebb kerüljön a ranglétrán. Ez nem így történt. Egy nagyon jó alapozást, egy nagyon jó nyarat tudhat magáinak Balogh Botond, bekerült a kezdőbe a párma szériá csapatában, és rendre kiváló teljesítmény nyújt, ugye a Milán ellen játszott talán a legjobb meccsét, de összességében is 90%-a passzol, nulla gólhoz, és egy lövéshez vezető hibája volt összesen ebben a, a idényben eddig, illetve hat tisztázása van meccsenként, ami egy kiemelkedő adat séria szinten is. Úgyhogy tényleg jó idénye van, Ettől függetlenül szerintem az meglepő volt, hogy feljöttek ezek a hírek, legalábbis nem volt előjele. A Tudtó Sport írta meg először a Leverkusen és a Brighton, és konkrétan ők úgy írták, ugye a Golden boy is kiosztó lap úgy értesült, hogy már ajánlatot is tett a Leverkusen és a Brighton, aztán jött az Inter. Igen, hát mindegyiknek lenne előnye de még azért szerintem ez kicsit korai erről beszélni, főleg úgy, hogy a... Így a saját kérdésedre válaszolsz. Igen, igen, <laughs> szerintem. És a, a, a menedzsere, Fülöp Ferenc is nyilatkozta, hogy, hogy olvasta a híreket, de hogy hozzá még nem jutottak el, Nyilván először a csapatoknak kell megegyezni, és utána jön, után jön maga a játékos és a menedzsere, szóval ettől függetlenül lehettek tényleg ajánlatok, de de ez még elég gyerekcipőben jár a téma. Maga az érdeklődés, ez viszont biztos, biztos megvan, ezt nem találják csak úgy ki. Ő, valószínűleg tényleg több helyről figyelik, és, és a, amilyen számai vannak, meg amilyen stabilan játszik nem csak a olasz kis csapatok ellen, hanem tényleg a, a Milán ellen is, is remekelt, az azért tényleg a, a egy szinten följebb lévő csapatoknak is felkeltette a figyelmét. Igen, egyébként pont a helyezkedése meg a passzjátéka teszi arra éretté, vagy a nagy csapatok számára kívánatossá, hogy egy ilyen labdon domináns csapatba játszik. Tehát én eddig a pármam meccsein úgy jöttem észre, hogy Balogbotont jobban teljesít eleve a komolyabb csapatok ellen, és, és pont emiatt egy nagy csapatnak is a passzjátéka, meg a helyezkedése sokkal nagyobb előny lehet, mint mondjuk azok a védők, akik rendre csak szerelnek, becsúsznak, és így mentik a kárt, hogyha úgy tetszik. Tehát Balogbotont játéka az tökéletesen ráilleszthető egy labda domináns csapat védőjére, úgyhogy valószínűleg ezért érdeklődik az Inter és a Leverkusen is. Ugye itt a Leverkusen kapcsán Jonathan tá távozása egyre biztosabb, és ugye Kosszonú pedig az Atalantához ment. Azt hiszem, hogy jelenleg csak kölcsönben, de vételi Igen. opcióval. Úgyhogy akár mind a kettő védő is távozhat hivatalosan is nyáron a Leverkusentől, így megüresedik, akár egy kezdőpozíció de lehet, hogy cseleként gondolnak rá. Ami a brighton illeti, az egy nagyon jó terep, meg egyben egy kicsit rossz is. Ott rengeteg tehetséget halmoznak föl, benne van, hogy a végén úgy jössz ki, hogy te kerülsz a kis padra, viszont előbb-utóbb meg fogod kapni a lehetőséget, mert hogyha pénzt fektetnek beléd, akkor fel akarnak építeni. Na, ami az Intert illeti, ott ugye onnan fúj a szél, hogy Defri, illetve... Acerbi. Acerbi, köszönöm a segítséget. És ö, a távozásuk a levegőben lóg, ugye egyikük sem már egy mai csirke, 34-5 körül járnak, és mind a ketten ö, könnyen lehet, hogy távoznak. És itt szóba került egy ilyen cserebiznisz is, aminek keretében két játékos menne az Interből a Pármába, a kettő a Pármából az Interbe. Ennek lehetne a tagja Balog Boton. Nem valószínű, hogy az Inter ö, itt mondjuk alapkezdőként számolna vele, de mivel, hogy fiatal, és azért az Inter szeret old megvenni ilyen fiatalokat. Könnyen lehet, hogy a hosszú távú terv az, hogy őt nék mellé beépítsék. Szerintem ez egy jó opció lenne. Az persze, nézzük pont kérdése, hogy most akkor játszon, inkább a pármába, vagy padozza az interbe. De ez azért... Arra mutat, hogy balogot bármelyik csapat veszi meg ezek közül, az a célja, hogy felépítse. És euh, még hogy nem is olyan magas lenne az átigazolási díj, mindenképp jó ilyeneket olvasni, hogy ennyi és ilyen minőségű csapat érdeklődik iránta. Amit meg ugye Fülöp Ferenc mondott, ugye idéztél is belőle, de hogy megtisztelőnek tartja a három csapat érdeklődését, hozzátette, hogy már ha érdeklődnek. Na. Ezt azért én nem gondolnám, hogy semmit sem Igen. tudnak, de nyilván nem lehet a sajtó felé mindent elmondani. És azt is hozzátett, hogy vannak mutatók, amelyekben a legjobbak közé tartozik az olasz szélvonalban. Nagyot lépett előre ebben az évben, ez pedig tényleg az, hogy tavaly idén végén sokszor csak csere volt, de idén egy hatalmas szintúrásnak lehetünk szemtanulni. Igen, és most a három opcióból nézve az, az inter tűnik számomra a legvonzóbbnak, már csak amiatt is, hogy akkor nem kellene teljes foci kultúrát váltani, hanem maradna Olaszországban, ott azért jobban ismeri az ellenfeleket, jobban ismeri a, a, a csapatokat, és úgy igazából, ha, ahogy beszéltünk, úgy, úgy, veszem ki a te is, hogy te is azt gondolod, hogy mind a három csapatnál ke, nem a kezdőben számolnának vele elsősorban, még az első éve, évében, vagy hát az első fél évében, és csak utána tudná magának, magának megszólítani a helyét, ahogy azt mondjuk a pármában is azért bizonyította többször, meg a válogatottban is azért megküzdött a, a kezdő úgyhogy ettől, ettől nem ö, futamodna meg, de, de én szerintem az lenne a legjobb döntése, hogyha ezek mind a három klub valóban érdeklődik, és ő választhatna, akkor szerintem az Internek kéne ö, kijönni a végső győztesként. Egyetértek egyébként, hogy az Internél ott van Biszek, aki szintén hasonló körülmények között érkezett az Interhez, egy fiatal videó volt, aki ér jó áron le tudtak csapni, akire jó áron le tudtak csapni, és először cserének jött, a tavaly viszek csere volt ebben az mm. Interben, és egyre többet játszik, és amikor játszik, akkor egészen kiváló teljesítmény nyújt. Úgy. Úgyhogy ez egyetlen nem egy ilyen ördögtől gondolat, Szalai Attila után kicsit féling, tudom, é. tudom, de egyébként ez tehát nem jelenti azt, ha valaki elsőre cserének érkezik, hogy mindig a padon ragad. Ez teljesítmény függő. Az internél ugye még, hogyha ez a két ember tényleg távozna, ugye a Defriék és a Cserbi, akkor gyakorlatilag Dármilyen maradna, Bastuni aki egy ilyen mozdíthatatlan Igen. betonbiztos alapember, illetve Biszek. Na most azért az idősödő lassuló Dármilyent bőven ki lehet szorítani onnan. Úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem is ebből, ezekből az opciókból az Inter lenne a legjobb gyorsan kezdővé válhatna Balog, De ez a transfer valószínűleg csak jövő nyáron fog újra előkerülni, és addig viszont még van mit bizonyítania. Igen, addig még van jó sok meccs, van az olasz Kupa is, úgyhogy az, azokban helyt kell állni, és stabil kezdőként ugyanezt a szintet hozni, és akkor utána bármi lehet. Így van, meg még hozzátenném, hogy azért nagyon régóta elterjedt vélemény Magyarországon, hogy egy játékosunk sem tud jól teljesíteni a szériában. Uh, Annó, ugye Balog és Sallai a, a Palermóban próbálkozott, a Genoa-ban volt Schaefer, ezt már el is felejtettük, tettük. és így tovább. Na hát most uh, itt van egy játékos. Aki, aki igazából annyira berobbant, hogy már a címvédő érdeklődik iránta. És akkor uh, légiósaink közül menjünk uh, utolsó témánkra, Vili Orbánra és Gulácsi Péterre. Gulácsiról már beszéltünk a kettővel, vagy hárommal ezelőtt, ezelőtti adásban, hogy milyen jó egyéni idénye van. Ugye most az aktualitás, hogy Willi Orbán gólt szerzett a Mainz ellen, 2-0-ra nyert a Leipzig, és hát 17 pontos eddig a Lipcse hét meccs után. A Bayern München együtt vezeti a bajnokságot, rosszabb gólkülönbségével a második. Beszélünk mindkét játékossal majd, Bulácsit még egyszer elővesszük, mert hihetetlen szezonja van tényleg karrierje, talán legjobbja. De először fogjuk meg onnan, elvonatkoztatva egy picit tőlük, hogy hogy tényleg bajnok esélyes ez a lipcse, mert hogy senki nem várta, a Leverkusen, Tudgártot várták, hogy ugyanott nem lesz, Leverkusen Bayern csata, beleszólhat e Nuri Sahinon a Dortmund, de eddig a lipcse tartja a lépést. Igen, és ráadásul köztem van a, a eddigi bajnoki mérlek között a Leverkusen elleni győzelem is, szóval hogy nem lehet azt mondani, hogy csak olyan csapatokkal találkoztak, akik ellen hozni kellett a, a, a könnyed győzelmet, hanem az itt tényleg voltak, a, voltak már nehezebb mérkőzések, és így is egy, egy nagyon ö, jól működő védekezésre ö, építenek, vagy hát mennyire működik jól, de a gólokból nagyon keveset kapnak, a, azt, ezt elkerülik, és akkor ebből meg a, a támadó szekció is, az a, a klasszikus Red Bull-féle támadó szekció, az, az szintén jól működik. Hát én azért nem hiszem, hogy a bayern azt hosszú távon még egyszer meg lehetne állítani, de, de hogyha ezt a szintet tudják még tartani egy ideig, akkor a akkor Bayernnél is el lehet bizony a lábakat, és, és akkor most nem a Leverkusen lesz a német csapat hanem a Leipzig. Becsapósan tettem fel ezt a kérdést, de na ezzel én nem értek egy, így egyet. Szerintem a lipse hosszú távon azért nem bajnoki címmatéria. Én azt mondom, hogy hogy látszanak azért a, a számaikban erős túlteljesítés, látszik egy erős túlteljesítés, amit nem biztos, hogy egy egész idényen át tudnak majd tartani. A védelemben is, tényleg Gulácsi, ahogy véd, és most vegyük elő, 5,3-as PSXG-je van, ami azt jelenti, hogy öttel kapott kevesebb gólt, mint azt a az ellenfél helyzetének minősége presztinálta volna. Magyarul öt góltól mentette meg a csapatát, ami rengeteg. 7 meccs után. Tehát, ez <laughs> fenntarthatatlan ö, egyszerűen. Nem azért, mert Gulácsi lesz rosszabb, hanem ez tényleg ez, ezt nem lehet tartani. Ezt, hogyha le akarnánk osztani, akkor tényleg az ott tartanánk, hogy több mint 20 góltól menteni meg, közel 25-től a lipcsét, ami ami hát soha nem látott adat, úgyhogy nem hiszem, hogy ez megtörténik. Hat kapott gól nélküli meccse van, három és fél védése van ö, mérkőzésenként, 93 os védési hatékonysága van. Bután ez is. egy olyan adat, amit nem sokan szeretnek, de azért a 90 fölött az a top-top extra szint, ezt ő 93 ból tudja, és ugye kivédett egy büntetőt is. Ami Vili Orbán illeti, 98 érintés van egy meccsenként, tehát nagyon sokszor vonják be a játékba, 5 tisztázása per meccs, és 5 begyújtott labda per összecsapás, ezen kívül ugye neki is van négy olyan meccs, amikor nem kapott gólt, ugye ő eddig összesen ötször lépett pályára, most pedig egy gólt is szerzett, úgyhogy Vili Orbán alapember, Gulácsi meg élete ö, szezonját futja, a Lipcsének meg a védelme emelkedik ki, Viszont itt teszem hozzá, hogy szerintem ez hosszú távon ö, nem fenntartható. Hát a védelem az semmiképpen, itt előbb-utóbb jönnek, jönnek a kapott gólok is, és tényleg én sem gondolnám azt, hogy bajnok esélyes lenne a, 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 a Lipcser, de, de tényleg megszorongodhatják a, a Bayern -t. Szerintem is ki fog egyejtődni a, a, a számok törvény alapján a, az a sok elkerült gól, de, de nem biztos, hogy a leg rosszabb pillanatban fognak érkezni a gólok, hanem lehet mondjuk 3 0 kapnak olyanokat, ami úgysem nem oszt nem szoroz, úgyhogy lehet tényleg hosszú távon is kihívója a Bayernnek. A végére szerintem azért szintén úgy gondolom, hogy kevés lesz a bajnoki versenyfutás szempontjából, főleg úgy, hogy azért a bajnokok ligájában is még két meccs után nulla pont találnak, két fájó vereség, és hát ott se tudnak tartalékolni, és ahhoz képest meg ez a sűrű versenynaptár előbb-utóbb megbosszulja magát egy, egy ilyen csapatnál. És akkor térjünk rá a Ferencvárosra, mert hogy a nidzaiak ellen lép pályára a Fradi, a Grupa Marénában hazai pályán csütörtökön. Kettő vereségből érkezik a Ferencváros ugye Európában. Egyik a Tatán elleni legutóbbi kettő egyes mérkőzés, ahol azért volt rengeteg biztatójel a Fradi szempontjából, illetve még az első fordulóban az Anderlechtel játszott idegenben a Fradi és kapott ki kettő egyre, úgyhogy a meccs végén emberelőnyben is volt. Az a meccs nagyon rosszul nézett ki, a Spurs elleni meg nagyon biztató volt, hozzá téve, hogy csapattal játszott a, a, londoni csapat. Ez a meccs meg szerintem nagyon besapós, mert hogy, mert hogy idegenben jön a, a a, a Grupo Marina katlanyába, egy csapatról beszélünk, de azért nem a legismertebb francia csapatról, nem a legerősebb meggondolt francia csapatról, egy olyan francia csapatról, amelyik az elben eddig a lációtól kikapott simán ö, a Sociedad ellen x -el, tehát nem teljesített a legjobban, viszont egy piszok veszélyes ö, klub, szerintem. Igen, még ahhoz, hogy becsapós mérkőzés, azt is lehet mondani, hogy ugye a, a, Ferencváros a második kalapos, míg a, a Nidza a negyedik kalapos ellenfél, és az kötelező, három kötelező győzelem hazai pályán, aztán azért mégsem, meg szintén ehhez egy ilyen, ilyen hamis statisztika, hogy a Ferencvárosnak a francia csapatok ellen az elmúlt időszakban a Monakóból kiindulva elég jó a mérlege, de azért ez imád nem ugyanaz a mérkőzés. Hát igen, nagyon-nagyon nehéz lesz ez, és és tényleg, hogy a, a Tatanem elleni formát tudja mutatni a Ferencváros, akkor, akkor lehet esély pontszerzésre. szerzésre. Hát tényleg nagyon veszélyes ez a nidza, nagyon kétarcú, vannak nagyon jó eredményeik. Ö, van... Igen, mondjuk is el, hogy itt igen. volt a legrosszabb eredményeiknek ugye a Láció elleni egy-négyet írtuk föl, illetve az Oszertől kaptak meg még ki az első fordulóban. A legjobb eredményeik ugye x-eltek a PSG-vel a bajnokságban, és megverték a Santa ilyen 8-0-ra. Tehát ez így ilyen... Teljesen hihetetlen a furcsa... Igen, igen, igen. Hihetetlen furcsa ő, meccs volt, ő, és képesek tényleg ilyen szenzációs támadójátékra. Hát most a zöld-fehér társukat bosszulhatja meg a Ferencváros. Komolyra fordítva a szót, a Fradi a bajnokságban gyűjtögeti a pontokat sorra, és tényleg jönnek az eredmények Pascal janssen de a játékot nagyon sok szurkoló kifogásolja, viszont ettől függetlenül a bajnoki címmel valószínűleg nem lesz gondja a Fradinak. Ha Európában nézzük, akkor beszéltünk erről a képmeccsről, hogy a sejtezüket is ide veszik, akkor pőven volt gondja a játékban a Fradinak. Rengeteget szenvedett felállt védelemek feltörésével viszont ö, erősebb csapatok ellen, például ugye itt a, a Spurs ellen, megbizonyított, hogy azért lendületből meg tud indulni az ellenfélre. Nagyon érdekes, ez szerintem, hogy mit választ Jánzen taktikának. Mert hogy ö, azért a Nizza nem az a labda, a francia bajnokságban nem az a labda birtokló csapat, amelyik dominanciára épít. Így a Fradi, ugye Jánzen elképzelési alapján maradhatna a labdával ö, a labdával építkező játéknál, viszont ez nem biztos, hogy egy ilyen jól kontrázó topligás ellenfélel szemben jó taktikának minősül, de az meg a Fradinak nem áll jó, ha bánnak védekezni. Tehát ez egy ilyen kígyú, Igen. ami a saját farkába harap. Igen, lehet az első fél időben még nagyon ilyen tapogatózós játék lesz. Azt abszolút el tudom képzelni, hogy 0, 0 val zárulna a félidő. idő. <laughs> Beszéljünk egy kicsit az ellenfélről, a Fradiról azért nagyjából mindent tudunk, amit kell a nagy kérdés, hogy Száldánya és Varga megint egyszerre lesz a pályán, ha igen, akkor az hogy fog működni. A nagyjából azért most már kezd összeállni az új kezdőcsapata a Pascal Janzennek, mindenhol megtalálta a saját fogos kerekeit, még nem minden működik ö, játékban tökéletesen. Viszont a Nidza egy olyan csapat, amelyet szerintem érdemes bemutatni azoknak, akik esetleg kevesebbet hallottak róluk, akár ebben az idényben, mert hogy ott játszik például az a Yusufa Mokoko, aki pár éve a világ egyik, ha nem a legnagyobb tehetségének volt beharangozva. Lami egyébként jóval többet Igen. lehetett róla hallani a fiatal akadémista korában. Ugye ő a Dortmund nevelése, és hát arról volt íres, hogy az IFI-ben 50-60 gólokat húgott szezononként. Aztán jött egy. Nem is mondom, hogy pegyka, mert azért ennél többről volt szó, csúnya uh, hírvele kapcsolatban, miszerint igazából nem 19, hanem 23-24 éves, és ezt egyes papírjai is bizonyítják. Ebben végül nem született ítélet, és hivatalosan 19 évesen van kezelve. Most ezt mindenki döntse el maga, hogy ez nyomta rá utána a teljesítményét a Bélyegére, vagy tényleg 24 éves, és ezért nem tud a felnőttek között annyira kiemelkedni. mindenesetre a Dortmundban, Aller, most már Girassi, meg Adeyemi előtt a többiek érkezésével abszolút partvonalra került. Ezért jöhetett kölcsönben a, a Nidzához. Kettő gója van egyébként eddig a, a ligönben. Nem mutat rossz teljesítményt, azért amilyen tehetség ő a franciaország védőire mindenképp veszélyt jelent. Aztán beszéljünk Jonathan Klausról. Igen, ő is egy francia játékos, aki nagyon nagyon jó szélső védő, és hát ő is támadásokra is fel tud érni, de de közben nagyon nagy munkabírása van, szóval rá is érdemes figyelni. Meg a rutin. Tehát, é. hogy ő a Marseille játékosa volt, onnan került be a francia válogatottba, játszott a Lansznál, most éppen Nidzában. Ő egy abszolút rutinos, és a 1 szintjén egy nagyon hasznos topvédő. Tehát, hogy a Ligönben, hogyha megkérdeznek valakit francia szurkoló közül, hogy az öt legjobb, a elmúlt öt év, öt legjobb balhátvédjét, mondják el, abban biztos, hogy benne Jonathan Klaus. Plusz azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a hogy a Nidzának, hogy említettük, hogy csak egy pontot szereztek ők is két meccs alatt, szóval ők sincsenek abban a kényelmes helyzetben, hogy oké, okay, akkor egy esetleg egy kellemetlenebb ellenfél, vagy a bajnokira koncentrálva, akkor itt az egy pont is elég, hanem nekik is menni kell, hiszen nem tudhatjuk tényleg, hogy itt ebben a új rendszerben hány pontot kell szerezni az első nyolchoz, vagy a, vagy a utána lévő rájátszásos helyekhez, úgyhogy itt, itt tényleg ők is azért jönnek, hogy, hogy nyerjenek. Igen, és akkor még nem beszéltünk olyan játékosokról, mint uh, Mohamed Ali Csó, akit a Real hoztak el még az előző télen, vagy éppen arról a teremófilról, aki a Fradi ellen nem játszott, mert keresztalakszakadást szakadás szenvedett, egyébként 18-os nigériai válogatott. Tehát teli van tehetségekkel, meg, bizonyított, igen, meg bizonyított játékosokkal ez a, ez a Nidza keret, tehát semmiképp nem lehet őket lebecsülni. A Ferencvárosnak fel kell kötni a gatyáját, az lesz majd a legérdekesebb, hogy milyen taktikát választ Pascal Jánzen. Természetesen jövő héten beszélni fogunk róla, hogy a Fradi milyen eredményt ért el. Köszönjük már a figyelmet, iratkozzatok föl, sziasztok! Sziasztok!